Köszöntöm Önöket, ez a Pannon Televízió híradója, Kókai Mónika vagyok. Február 9-e van Abigail és Alex névnapja. Műsorunk elején érkezzenek a nap kiemelt hírei, először csak röviden. Megalakult a tartományi parlament. Elégedett az ENSZ biztonsági tanácsának csütörtök esti ülésével a szerb elnök. A miniszterelnök szerint a világ végre láthatta, hogy mi Albin Kurti valódi célja. Ismét drágult az üzemanyag Szerbiában. Először adott exkluzív interjút a nyugati sajtónak az orosz-ukrán háború kitörése óta Vlagyimir Putyin orosz elnök. Megalakult a tartományi parlament, de nem választották meg a vajdasági képviselőház elnökét, alelnökeit és főtitkárát sem az alakuló ülésen Újvidéken. A korelnök Miroslav Spánovics vezette az ülést, hitelesítették a képviselői mandátumokat, és megalakult a 120 fős új tartományi parlament, valamint a képviselőcsoportok is. A Szerbia az erőszak ellen tagjai az alakuló ülés előtt elmondták, hitelesítik a mandátumaikat, azonban alelnöki posztot, valamint bizottsági jelöléseket nem vállalnának, ugyanis véleményük szerint a választási folyamat kudarcot vallott Szerbiában. Azt mondták, az elkövetkező 4 évben szigorúan kritizálják majd a tartomány munkáját, és fényderítenek majd arra, mire költik a vajdasági költségvetést. Mi danas nečemo dati pozitívn feedback današnjoj skupštini. Mi ćemo verifikovati naše mandate, pošto ti mandati nisu samo naši, to su mandati 215.000 građana koji su nama dali poverenje i koji kažu izričito ne ovom režimu. Mi ćemo biti glas naroda u Skupštini autonomne pokrajine Vojvodine. A képviselői mandátumok hitelesítésével és a képviselő csoportok megalakulásával elkezdődtek a koalíciós tárgyalások, elsősorban a Vajdasági Magyar Szövetséggel, valamint a Szerbiai Szocialista Párttal, ismertette Damir Zobenica, a Szerb Haladó Párt képviselője. Arra is ígéretet tett, hogy hamarosan döntés születik a Vajdasági Képviselőház elnökének, alelnökeinek és főtitkárának személyével kapcsolatban. Žao mi je što ljudi koji su osvojili velik broj mandata, odnosno 30 mandata u ovoj skupštini, nisu se odazvali niti razgovoru vezano za konsultacije predstavnika lista koje su prešle cenzus, nisu učestvovali danas u radu, ali naravno to ni na koji način ne može da ometa, niti će uticati na rad ovako bitnog tela u našoj državi. Ponavljam, u skorom periodu ćemo završiti konstitutivnu sednicu izborom svih predviđenih organa koji treba da budu izabrani. A Vajdasági Magyar Szövetség megalakította a 9 tagú képviselőcsoportját, ezzel a 3. legerősebb politikai erő Vajdaságban. Továbbra is a kormánykoalíció része szeretne maradni, a VMS. Szeretnénk folytatni a munkát, abban a kiváltságban van részünk, hogy a magyar közösségért dolgozva, a magyar közösség prioritásait is előtérbe helyezve, elérve, azért dolgozva, egész Vajdaságért, Szerbiáért tudunk dolgozni, szeretnénk folytatni a magyar és a szerb nép, a két ország közötti kapcsolatok erősítését, szeretnénk abban a szellemben tovább dolgozni, ahogy Pásztor István megboldogult elnökünk tanította ezt nekünk, amilyen példát mutat. Egy konstruktív és minden vajdasági polgár számára előnyös 4 évet munkát remélek. Mi ebben biztosan részt veszünk. A 120 fős tartományi parlamentben az SHP-nek 66, a Szerbia az erőszak ellen listának 30, a VMS-nek 9 képviselője lesz. A szocialisták és az új Szerbia Demokrata párt 7-7, míg az orosz párt 1 képviselővel vesz részt, majd a munkában. A Koszovón kialakult helyzet miatt ült össze tegnap este az ENSZ biztonsági tanácsa New Yorkban. Svájc és Nagy-Britannia Szerbia ellen és Pristina mellett, míg Oroszország és Kína Szerbia oldalán foglalt állást. Alekszandar Vučić szerint 15 ország közül 7 nem ismeri el Koszovó függetlenségét.
Elégedett az ENSZ biztonsági tanácsának csütörtök esti ülésével Alekszandr Vučić. Az ülést a szerb elnök kérésére hívták össze, szerinte ugyanis az ideglenes pristinai intézmények szándékosan akarják ellehetetleníteni a koszovói szerbek életét, szisztematikusan támadják a civil lakosságot. Onim što smo mogli da čujemo u Savetu bezbednosti, imajući u vidu da imamo, mi mislimo, 7 od 15 zemalja koje nisu priznale nezavisno Kosovo, oni misle 9, dakle oko jedne nismo saglasni, ali po govoru koju je ta zemlja održala rekao bih da smo mi u pravu, tako da sam zaista zadovoljan onim što smo mogli da čujemo, najoštriji protiv nas i najviše na strani Prištine, po onome što sam ja, a pre detaljne analize koju ću da napravim, mogao da čujem je ovako, iako sam bio sasvim fokusiran, tako da sumnjam da sam mogao grešku da napravim. Najoštriji protiv nas su bili Velika Britanija i Švajcarska. A világ most először hallott olyan érveket, amelyek azt bizonyítják, hogy Albin Kurti emberiség elleni bűncselekményeket követ el a Koszovóban élő szerbekkel szemben. Ezt már Ana Brnabić nyilatkozta az ülés kapcsán. A miniszterelnök szerint történelminek nevezhető az ENSZ biztonsági tanácsának ülése. A dolgom vremenskom periódu, sistemski, planski, dobro osmišljeno, namerno, i tu je podvukao namerno, Albin Kurti i privremene institucije samouprave u Prištini kreiraju nepodnošljive uslove za život srpskog naroda na Kosovu i Metohiji. Az UMNIK, vagyis az ENSZ ideglenes adminisztrációs koszovói missziójának képviselője Karolin Ziadeh kiemelte, az egyezmények megvalósítása nehézkesen megy. Az incidensek sorozata megrengette a koszovói biztonsági helyzetet. A szabályozás, miszerint bevezetnék az eurót, és az lenne az egyetlen fizetőeszköz, nincs megindokolva megfelelően. Ez az intézkedés több tízezer embert és vállalkozást érint, emelte ki. Emlékeztetett arra is, hogy egy dinárt szállító teherautót állítottak meg a koszovói adminisztrációs határon. Actions, regardless of their legality and justification, must take into consideration their impact on affected population. Otherwise, such actions not only increase tensions, but also weaken the potential for lasting peace and security across all communities in Kosovo. Albin Kurti koszovói miniszterelnök kiemelte, Koszovóban euró a fizetőeszköz és 4 hónapnyi átállásidőt biztosít. Szerinte Szerbiát ez az intézkedés semmilyen módon nem akadályozza. Let me be absolutely clear. The regulation does nothing to prohibit or prevent the government of Serbia from providing financial support to Kosovo Serbs. Any suggestion to the contrary is nothing more than false propaganda aimed at inciting ethnic tensions. The regulation seeks merely to ensure the transparency and legality of cash imported into Kosovo in line with both our constitution and European Union monetary policy. Az Egyesült Államok azt javasolta, hogy halasszák el az euró bevezetését Koszovóban, míg meg nem határoznak megfelelő eljárásokat a legjobb európai gyakorlat alapján. Nagy-Britannia az egyoldalú lépések elkerülését kérte, és a nemzeti közösségek érdekeinek szem előtt tartását szorgalmazta Koszovóban. Oroszország szerint Pristina szerbellenes terrort hajt végre, és arra kérte a biztonsági tanácsot, hogy védje meg a koszovói szerbeket. Kína komoly kihívásnak tekinti a feszültséget a térségben, amely veszélyezteti a régió békéjét. Ismét drágult az üzemanyag Szerbiában, a benzin ára 1 dinárral lett, több így a következő egy hétben 181 dinárba kerül. A gázolaj pedig 2 dinárral emelkedett, tehát 202 dinárba kerül literje. Az árak 15 órától érvényesek. Visszavonul a politikai életből Zorana Mihajlović, a hírt a volt energiaügyi miniszter által vezetett Mindig Szerbiáért mozgalom tette közzé. A politika számomra csak egy célt szolgált, a polgárok érdekeiért dolgozni. Ezért a jelenlegi állapotban lévő szerb politikát másoknak hagyom. Mindannyiuknak itt Szerbiában és a régióban is sok szerencsét kívánok az elkövetkező években, fogalmazott Mihajlović. A politikából való visszavonulás okairól az eljövendő napokban értek
értesíti a nyilvánosságot, írja az N1. Zorana Mihajlovics több mandátumban is vezette az energetikai, bányászati és infrastruktúrális területekkel foglalkozó tárcákat, 8 éven át pedig Szerbia miniszterelnök helyettese is volt. Hétfőtől 4 hónapra lezárják a Losiny és a Balkán utcát Szabadkán, írja a subotica.com. A Belgrád Újvidék-Szabadka kelebbi a vasútvonal felújítása miatt lesz lezárás. A korszerűsítés keretében az aluljáró építésén kívül egyéb munkálatok is zajlanak majd. Ennek következtében a forgalom teljesen leáll az említett két utcában. A lezárás február 12-től június 12-ig tart. Vasárnap 12 óra környékén megnyitják a Koszovó utcai közúti aluljárót Szabadkán, tájékoztat közleményében a Közlekedési Minisztérium. Az illetékesek felhívják a figyelmet arra, hogy a járda még nem készült teljesen, ennek a befejezése kedre várható. A gyalogosok és a kerékpárosok így február 14-től szerdától használhatják majd az aluljárót. Nagyobb fal és vakolatdarabok, valamint teljes téglák is a járdára és a parkolóra zuhantak az éjjel Szabadka központjában, a Pannon RTV és a Magyar Tannyelvű Tanítóképző Kar közelében. Az omladozó Fazekas Lajos bérházban található lakások többnyire magántulajdonúak, de olyan szervezeteknek is otthont ad, mint például a Szabadkai Vakok és Gyengénlátók Egyesülete. Személy sérüléssel vagy anyagi kárral kapcsolatos információ nem érkezett szerkesztőségünkhöz. Az eset vélhetően az éjszaka folyamán történt, reggel már csak a nagy területet beborító törmelékre lettek figyelmesek az arra járók. Az utca egyébként napközben igen forgalmas, a közelben tanuló egyetemisták is gyakran járnak arra, és autók is rendszeresen parkolnak az épület mellett. A szabadkai kommunális rendőrség pénteken reggel felmérte a terepet, a további intézkedésekről a későbbiekben nyilatkoznak. A területet elkerítették. A szóban forgó épület felújítása évek óta tervben van. Eddig csak néhány magánlakást újítottak fel a lakók. A homlokzat renoválása azonban még nem történt meg. Az illetékesek elkerítették a veszélyes területet, és óvatosságra intik az itt parkoló járművek tulajdonosait, valamint a gyalogosokat is. Amint az mögöttem is látható, a homlokzat nagyon rossz állapotban van. Szerkesztőségünk felkereste a szabadkai kommunális rendőrséget, hogy nyilatkozzanak az eset kapcsán, de válasz egyelőre nem érkezett. Február 14-ig kell befizetni a vagyonadó első negyedévének összegét Szerbiában, közölték az illetékesek. Kiemelik a fizikai személyek esetében a 2024-es év első negyedévére azt az összeget kell befizetni, akkontácia, vagyis előleg címén, ami a 2023-ban kapott végzés utolsó negyedévének összegeként szerepel. Akik a határidő lejárta után rendezik az adójukat, a törvénnyel összhangban kamatot számolnak fel, illetve amennyiben valaki nem fizeti be az adót, szabálysértési eljárás indul ellene. A vagyonadót negyedévente az első negyedév kezdetétől számított 45 napon belül kell megfizetni. A 90 éve elhunyt Móra Ferenc íróról emlékeztek meg Csókán csütörtök délután. A települése ma is él Móra Ferenc kultusza, aki az 1900-as évek elején több alkalommal is járt Csókán, ahol még fiatal korában ásatásokat végzett. A kincskereső kisködmön és az aranykoporsó szerzője az 1900-as évek elején összesen 135 napot töltött Csókán, ahol régészeti ásatásokat folytatott. Később a helyi művelődési egyesület is róla kapta a nevét, ami 1969-ben alakult, és ma is aktívan működik. A csütörtöki megemlékezés a helyi Móra Ferenc mellszobornál kezdődött, ahol elhelyezték az emlékezés virágait. Nagyon sokan nem ismerik Móra Ferencet. Miért pont Móra Ferenc? Miért kell, hogy Móra Ferenc Csókán, meg Móra Ferencről megemlékezzünk? Azért, mert ő az, aki sok-sok évvel ezelőtt a kremenyákkal végzett ásatások által tulajdonképpen Csókát bevitte az irodalomba, a régészeti irodalomba, a magyar világirodalomba, és azt gondolom, hogy ezzel ez a legkevesebb, amivel tartozunk, hogy emlékezünk rá, és
ismertetjük a munkásságát, megismertetjük a munkásságát a jövő generációjával. A program második felében Tóth Lívia, a helyi művelődési egyesület elnökségi tagja újságíró előadásában két kérdésre kereste a választ. Arra, hogy a helyiekre hogyan hatott Móra Ferenc ott tartózkodása, illetve hogy a szerzőre milyen hatást gyakorolt a település. Ezt viszont nagyon könnyű megválaszolni, mert hogy nagyon sok újságcikkben, versben, novellában, sőt még egy regényben is megemlékezett és írt Csókáról, az itteni emberekről, és hát ugye a régészeti kutatásait az eredményeit pedig publikálta, és így Csóka, illetve a csókai leletek fölkerültek a világ régészeti irodalmába. Az eseményen mások mellett dr. Pásztor Bálint, a VMS megbízott elnöke is részt vett. Soha nem mondtam neki, egyetlen egyszer sem nyomatékosította az orosz elnök annak kapcsán, felajánlotta-e valaha Orbán Viktor magyar miniszterelnöknek Ukrajna egy részét. Vladimir Putyin az amerikai tévés újságírónak Tucker Carlsonnak adott exkluzív interjút. A nagy média figyelemmel kísért beszélgetésben leszögezte, még csak nem is beszélt Orbánnal erről a témáról, ugyanakkor megjegyezte, biztosan tudja, hogy a kárpátaljai magyarok vissza akarnak jutni a történelmi földjükre. Putyin arról is beszélt, hogy néhány héten belül véget érhetne az orosz-ukrán háború. Ehhez azonban az kell, hogy a nyugat ne szállítson több fegyvert Ukrajnának. Hozzátette, az általa különleges katonai műveletnek nevezett akció céljait még nem sikerült elérni, mert az egyik cél a náci mentesítés. A bő kétórás interjút egyébként pont a Musk által birtokolt X közösségi oldalon és az amerikai tévés Tucker Carlson oldalán lehet megtekinteni. A beszélgetés számos aktuális témát érint, a fentiek mellett Putyin például beszélt a háború kitöréséhez vezető történelmi okokról, az északi áramlat gázvezeték felrobbantásáról, valamint a Joe Biden jelenlegi és Donald Trump korábbi amerikai elnökhöz fűződő viszonyáról is. Továbbra is drónokkal támadják egymást az oroszok és az ukránok. Kijev tájékoztatása szerint az orosz erők által indított 16 drón közül 10-et sikerült megsemmisíteniük. Moszkva pedig bejelentette, hogy sikerült megakadályozniuk az energetikai létesítmények ellen indított ukrán drón támadást. Mindeközben Volodymyr Zelenszkij felmentette főparancsnoki tisztségéből Valery Zaruznyit, helyére Alexander Szirszki vezérezredest, a szárazföldi erők parancsnokát nevezte ki. Az ukrán elnök bejelentése előtt közösségi oldalán azt írta, hogy megbeszélést folytatott Zaruznyijal a hadsereg vezetésének megújításáról. Zaruznyij is a Facebookon tájékoztatott a találkozóról. A 2022-es célok eltérnek a 2024-es céloktól. Ezért mindenkinek változnia kell és alkalmazkodnia az új realitásokhoz azért, hogy győzelmünket is együtt érjük el, írta a volt főparancsnok. Valery Zaluzsnyi tábornok az orosz invázió kezdete óta állt az ukrán hadsereg élén. Izrael újabb légi csapásokat hajtott végre a gázai övezetben, az egyiptomi határnál fekvő Rafah települést is bombázták. Az övezet egészségügyi minisztériuma és szemtanúk beszámolói szerint legkevesebb 90, köztük nők és gyerekek vesztették életüket a csütörtök esti izraeli légi csapásokban az övezet középső és déli részein. Korábban a Fehérház Nemzetbiztonsági Tanácsának szóvivője John Kirby bejelentette, hogy az Egyesült Államok nem támogatja Izrael jelentős katonai műveleteit Rahab-gaban. Itt ugyanis több mint 1 millió az övezet északi részein otthonát elhagyni kényszerülő palesztin tartózkodik. Izraeli tüntetők pénteken reggel megpróbálták megakadályozni a humanitárius segélyeket szállított teherautók bejutását a gázai övezetbe. A vaskupola légvédelmi rendszer elfogott egy a tenger felől érkező gyanús lövedéket Haifa mellett, jelentette az izraeli hadsereg szóvivője. Csütörtök este mintegy 30 rakétát lőttek ki Észak-Izraelre, Libanonból, miután délután egy izraeli dróntámadásban életét vesztette a libanoni síta Hezbollah egyik dél-libanoni parancsnoka. Nézzük, milyen témák lesznek még a híradó második felében. Magyar filmnapokat tartanak Belgrádban.
40. alkalommal tartják meg a Túriai Kolbász Fesztivált. A szabadkaiak már ma is ízelítőt kaptak a kínálatból. A híradó után mindjárt kezdődik a közügyek. Loboda Árpád szerkesztő műsorvezető már a stúdióban várja az adás kezdetét. Szervusz! Milyen témákkal várjátok ma nézőket? Szia, Móni, köszöntöm a híradó nézőit. Megalakult a tartományi parlament. A képviselők letették esküjüket, de elnököt és alelnököket később választanak. A most megkezdett mandátumban 9 tagú képviselői csoporttal rendelkezik majd a Vajdasági Magyar Szövetség Juhász Bálint vezetésével. Ezzel a témával kezdünk, majd azzal foglalkozunk, hogy mit jelent a Koszovóban élő, nem csak szerbeknek, és nem mellékesen nekünk, Szerbiában élőknek, hogy február 1-ével betiltották a dinárt Koszovóban. Ezután Deli Andor EP képviselőt kérdezem arról, hogy milyen következményei vannak az Európai Parlament elmarasztaló döntésének a decemberi szerbiai választásokra. A műsorban a gyakori topolyai balesetek miértjét is keressük. A híradó után várom önöket, tartsanak velünk. Köszönjük szépen! Magyar filmnapokat tartanak Belgrádban. Az érdeklődők 3 napon át összesen 5 magyar játékfilmet tekinthetnek meg a Belgrádi Kulturális Központ mozitermében. A rendezvényt a szerb fővárosban működő Collegium Hungaricum Magyar Kulturális Központ és a Belgrádi Kulturális Központ közösen szervezte meg. A rendezvényt Enyedi Ildikó Testről és Lélekről című filmdrámája nyitotta meg. Az alkotás 2017-ben elnyerte a Berlini Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, továbbá Oscar jelölést is kapott a legjobb idegen nyelvű film kategóriában. A vetítést követően az érdeklődők panelbeszélgetésen vehettek részt. Varga Balázs magyarországi filmtörténész beszélt a filmről. Az a sikertörténet, amit a bemutatása környékén megélt, az most már nem csak emlék, hanem mondhatni, hogy kanonizálódik ez a film, vagy számomra most újra nézve továbbra is ez egy nagyon eleven, bármikor a nézőt megszólítani tudó Budapesten, Berlinben, Belgrádban, Buenos Airesben, és akkor csak a B betűs városokat mondom, megszólítani tudó film. A filmnapok keretében a nézők további 4 magyar alkotást tekinthetnek meg. A Mundruczó Kornél rendezte Jupiter holdja, a Horváth Lili rendezte Felkészülés meghatározatlan ideig tartó együttlétre, a Hartung Attila rendezte FOMO, és a Szabó István rendezte Zárójelentés című filmeket tűzik műsorra. Mindenképpen azt szerettük volna, hogy ebben a téli időszakban legyen egy ilyen jó benti program, és a magyar filmeknek megadjuk azt a méltó helyet itt Belgrádban és Szerbiában, ami megilleti őket. Az időzítésről az volt a cél, hogy ugye a februárban jelentkező fest előtt jelentkezünk egy külön saját magyar tartalommal. Ennek keretében gondoltuk végig a KCB stábjával együtt, hogy mi lenne az a érdekes magyar filmválogatás, amit bemutathatnánk itt az itteni közönségnek. Talán csak félős. A filmeket szerb és angol felirattal vetítik. A belgrádi Collegium Hungaricum ezentúl minden év februárjában szeretné megtartani a magyar filmeket népszerűsítő rendezvényt. A Vajdasági Színház, aki a főszerep a VM4K csütörtök esték elnevezésű programsorozatának februári eseményein. A vendégségben Színházaink című beszélgetés sorozat csütörtöki vendége Urbán András az Újvidéki Színház igazgatója volt. Az intézmény tavaly ünnepelte alapításának 50. jubileumát, abban az évben, amikor igazgatóváltás is történt, viszont ténylegesen idén emlékeztek meg róla, hiszen az első bemutató 1974. január 27-én volt. Vajda Tibor rendezésében. 50 évvel később a Történt egyszer Újvidéken című produkciót mutatták be, amelyet az intézmény igazgatója Urbán András írt és rendezett. A csütörtöki est moderátora dr. Góli Kornélia dramaturg, egyetemi tanár volt, aki a színházigazgatót jövőbeli terveiről is kérdezte.
Most megyünk tovább az új előadással, illetve a régebbi előadásainkkal. Napokban kezdődnek egy héten belül a Tomi Janezsic szlovéniai rendezőnek a próbái, az 1981 című produkcióra. Ennek a bemutatója őszre lesz, illetve Milos Lóricz is májusban kezdi a Fedó Miért járkálsz itt mesztelenül című komédiájának a próbáit. A Szent Tamási Népkönyvtárban csütörtökön bemutatták Bordás Győző és Bordás Attila Csatorna született című kétnyelvű kötetét, valamint Bordás Győző Velünk történt című novella válogatását. A Verbászi születésű írót a Csatorna könyvről Búzás Mihály, a novellás kötetről pedig Búzás Márta szerkesztő kérdezte. 175 éve született Kis József a csatornaépítő, 120 éve hajózható a csatorna, és a bátyám fölkutatta tulajdonképpen mindazokat a középületeket, amelyeket Kis József tervezett, többek között még itt Szent Tamáson egy templomot is. Ennek a tervre is megvannak, úgyhogy ezeket is bemutattam természetesen. A másik viszont a Fórum könyvkiadó azzal tisztelt meg, hogy 70. születésnapomra megjelentette válogatott novellájának a gyűjteményét, amelyet Búzás Márta válogatott és szerkesztett, Hangya András képeivel illusztráltam, amelyeket Mauris Ferenc válogatott. 2040 méter hosszúságú kolbászt fognak elkészíteni Túrján a 40. alkalommal megrendezett kolbászfesztiválon. A háromnapos rendezvény február 23-án kezdődik, de egy bemutató keretében a szabadkaiak már ma, február 9-én szert tehettek néhány finom falatra Szabadka főterén. Finomabbnál finomabb sült és füstölt kolbászokat kóstolhatnak meg az érdeklődők a Túriai Kolbász Fesztiválon Szabadkán. Már a reggeli órákban is nagy az érdeklődés, sokan állnak sorba a bódék előtt. A Túriai Kolbász Fesztivál nagy hagyománnyal bír, ezúttal pedig Szabadkára is ellátogatott egy bemutató formájában. Az érdeklődők számos eseményen vehetnek majd részt a február 23-ától 25-ig tartó rendezvényen Túrián. Többek között kolbászsütőverseny és koncertek is lesznek, de még kolbászevésben is összemérhetik képességeiket a jelentkezők. Pénteken már reggel 8 órától finom illatok járták be a főteret. Éve ki szoktunk jönni, most is a tesóval kijöttünk, vettünk frisset, az 2 kilót. Az eladók kedvezményes áron kínálták a saját kezűleg elkészített nyers, püstölt és sült kolbászokat. Kóstolót is ajánlottak azok számára, akik a nagy kínálat közepette nehezen tudták eldönteni, mit lenne érdemes vásárolni. Prodemo svežu, znači kobasicu i suvu kobasicu. Znači sveže 900 dinara, suva 1200 dinara. Mi u ponudi imamo sveže kobasice, suve kobasice i roštilj kobasice. Dakle, kilogram sveže kobasice se kreće 900 dinara, suve kobasice 1200 dinara i roštilj kobasice 250 dinara. A fesztivál szervezője a hivatalos megnyitón idén is jótékony adományt ajánlott fel a Szabadkai Vöröskereszt számára. Ove godine smo dali u Subotici ovde 30 kg naših kobasica Crvenom krstu. Toliko možemo, sad ove godine, do godine ćemo vidjeti, možda i povećamo, ne znamo, to ćemo se da se dogovorimo već kasnije u toku godine. A helyszínen még egy kolbásznak öltözött reklámfigura is fokozta a hangulatot, ami biztos, hogy senki sem távozott éhesen vagy üres kézzel. Az olimpiai bajnok szerb férfi vízilabda válogatott bejutott a negyed döntőbe a Dohai világbajnokságon. A delfinek 14-12-re győzték le az Amerikai Egyesült Államokat. Szerbia ezzel Magyarországhoz hasonlóan csoport elsőként jutott be egyeneságon a negyed döntőbe. A szerb sportolók győzelmüknek köszönhetően ott lesznek majd a párizsi olimpiai játékokon is. A címvédő magyar férfi vízilabda válogatott a papírformának megfelelően fölényesen 28-1-es győzelmet aratott a kazah csapat felett, így veretlenül csoport elsőként közvetlenül a negyed döntőbe jutott a Dohai világbajnokságon. Varga Zsolt együttesének így lesz egy plusz pihenőnapja, amelyet követően kedden várhatóan az Ausztrália-Franciaország összecsapás győztesével játszik a négy közé jutásért. Eddig tartott a híradó. Érkeznek még egyszer a nap fontosabb hírei röviden. Megalakult a tartományi parlament.
Elégedett az ENSZ biztonsági tanácsának csütörtök esti ülésével a szerb elnök. A miniszterelnök szerint a világ végre láthatta, hogy mi Albin Kurti valódi célja. Ismét drágult az üzemanyag Szerbiában. Először adott exkluzív interjút a nyugati sajtónak az orosz-ukrán háború kitörése óta Vlagyimir Putyin orosz elnök. Köszönjük, hogy velünk tartottak. Ha még több hírt olvasnának, keressék fel a pannonrtv.com-ot. További szép estét kívánok, a viszontlátásra!